Az Oktatási Minisztérium elmondása szerint Ukrajna 16 megyéjében minden intézményben folytatódik az oktatási folyamat, távoktatás vagy vegyes típusú oktatás formájában, mondta el Serhii Scarlett oktatási miniszter. Most kezdődött meg a hadi állapot alatti oktatási folyamat 6. hete. Több mint 12 ezer középiskolában szerveztek távoktatást, és több mint 3,6 millió diák tért visszatanulni. Közel 81 ezer idéglenesen áttelepült gyermek szintén csatlakozott az oktatási folyamathoz.